Rosszkor lehettek rossz helyen azok az amerikaiak, akiket a múlt hét végén raboltak el Mexikóban. A négy ember az egymásra támadó rivális drogbandák keresztüzébe került. A lövöldözésben ketten meghaltak, a másik két amerikait pedig a járművükkel együtt elhurcolták, és csak napokkal később találták meg őket a hatóságok. Felfegyverzett rendőrségi konvoj kísérte végig az észak-mexikói Matamoros városán az emberrablás túlélőit. A két amerikait mentővel szállították vissza az Egyesült Államokba. Egyikük a lábán szerzett lőtsebet, ezért kórházi ellátásra szorul. Két társuk azonban már csak holtan került elő, miután a csoport mexikói bűnszervezetek összecsapásába keveredett. Az amerikaiak napokkal ezelőtt szépítészeti beavatkozás miatt indultak el a határ másik oldalára, ott azonban két rivális kártelcsoport tűzharcába keveredtek. A kis buszt, amivel utaztak, lövések érték, összeütköztek egy másik autóval, majd szinte azonnal fegyveresek jelentek meg, akik elhurcolták őket. Ketten már ekkor mozdulatlannak tűntek, mindenről egy videófelvétel is tanúskodik. A határmenti Matamoros városában nem ritkák az utcai összecsapások, azonban csak ritkán jelentik az áldozatokat. A bűnbandák ugyanis gyakran magukkal viszik halottaikat, a helyi média pedig sok esetben nem mer hírt adni az incidensekről. Így nem meglepő, hogy a négy amerikai eltűnéséről is csak hosszú idő elteltével értesültek a hatóságok. Végül a két holttestet és a túlélőket is a településtől távol egy partmenti fakunyhóban találták meg. A mexikói rendőrök egy embert őrizetbe vettek a helyszínen, aki a túszokat őrizte. A kartel többi tagját még keresik. Nem volt váltságdíj, nem ismerjük a gyanúsítottak pontos számát. Erre a videófelvételek vizsgálatával a nyomozás során keressük a választ. A környéken működő bűnszervezet öbölkartelként ismert, sajnos az Egyesült Államok állampolgárain kívül egy mexikói állampolgár is életét vesztette, nyilatkozta Tamaulipas főügyésze. Az Egyesült Államok főügyésze is megerősítette, hogy a kartelleket tartják felelősnek a támadásért, a szövetségi nyomozók pedig mindent megtesznek, hogy bíróság elé állítsák a tetteseket, és felszámolják a bűnszervezeteket. A washingtoni Fehérház szóvivője pedig hangsúlyozta, hogy az amerikai és a mexikói hatóságok együtt próbálják felgöngyölíteni az ügyet. Az amerikai hatóságok szoros kapcsolatban maradnak mexikói kollégáikkal, és a lehető legtöbbet osztják meg velük. Az amerikai állampolgárok elleni támadások elfogadhatatlanok, függetlenül attól, hogy hol vagy milyen körülmények között történnek. Folytatjuk a szoros együttműködést a mexikói kormánnyal annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatás érvényesüljön, fogalmazott a szóvivő. Mexikóban az öbölmenti drogkartellek tagjai gyakran csapnak össze egymással, aminek civilek is rendszeresen áldozatul esnek. Az elmúlt években több ezer mexikói tűnt el a régióban. A fegyveres bűncselekmények számának növekedése miatt az amerikai külügyminisztérium február közepe óta arra kéri állampolgárait, hogy ne utazzanak a szomszédos ország egyes régióiba.